Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A sárga katica. Megérkezett a tavasz. Babóca elhatározta, hogy rendbe teszi a virágos kertjét. Előkereste az ásót, a gerebjét, fejére pöttyös kendőt kötött. Amint azonban kilépett az ajtón, halk nyöszörgést hallott a ház mögül. Kelemen, hiszen neked eltörött a szárnyad, kiáltott a kis katica. Belesütött a szemembe a nap, és nekirepültem egy fának. Lezuhantam a magasból, nagyon megütöttem magam, mondta a kanári. Épp arra járt Bogyó a csiga fiú, és Vendel a szarvasbogár. Vendel, szaladj gyorsan Bagoly doktorhoz, mert Kelemennek eltörött a szárnya, intézkedett Babóca. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Ez bizony csúnya törés, dünnyögte, és óvatosan lassan bekötözte Kelemen törött szárnyát. Képzeld csak el, Babóca, mesélte egy napon Kelemen. Azon a szigeten, ahol élek, ott is lakik egy katica kislány. Tényleg? Neki is piros a háta, és 7 fekete pöttye van? Kérdezte izgatottan Babóca. És hogy hívják? Katának. Az ő háta sárga, de a pöttyei neki is feketék. Nagyon hasonlít rád. Ha meggyógyultam, gyere el velem a szigetre, ott találkozhatsz vele. De jó lenne, Bogyó is jöhet. Persze, elfértek a hátamon ketten is. Nem sokára újra eljött Bagoly doktor. Megállapította, hogy Kelemen szárnya szépen meggyógyult. Akkor a kanári megköszönte a Bagoly segítségét, hátára vette Bogyót és Babócát, és már indult is a távoli kis sziget felé. Hamarosan feltűnt egy nagy tó, és a közepén egy kicsi sziget. Látjátok, arra a szigetre repülünk. Ott a legmagasabb fa tetején van az én fészkem. Kapaszkodjatok erősen, leszállunk! Kelemen óvatosan leszállt, Bogyó és Babóca pedig leugrottak a hátáról. Úgy sem kaptok el, kiáltotta egy narancssárga ruhás bogárka a nyomában rohanó csöpp bolháknak. Vigyázz! Kiáltotta Babóca, de a bogárka egyenesen neki szaladt. Bocsáss meg, nem akartalak feldönteni, engem Katának hívnak, és ti kik vagytok? Na hát... Te vagy Kata, hiszen éppen téged keresünk. Én Babóca vagyok. Messziről jöttem, hogy találkozzam Katica rokonommal. Katica rokon? Kérdezte döbbenten Kata. Igen, nézd, neked is pettyes a hátad, és nekem is. Csak éppen más színű. Na hát, álmélkodott a sárga Katica. Gyertek, megmutatom a házikómat, mondta Kata. Amint meglátták Kata házát, Bogyó és Babóca nagyot nevettek. Az én házam ugyanilyen, csak éppen piros. Bogyó, Babóca és Kata bebarangolták együtt a kis szigetet. Az ott a fenyőerdő, mellette a kis patak, még hidat is építettünk rá, mesélte büszkén Kata. És mi az ott a mező közepén? Kérdezte Bogyó. Olyan, mintha egy csúszda volna. Bizony, az egy harangvirág csúszda. Lecsúszhatunk rajta. Persze, gyertek bátran utánam, mondta Kata, és nekirugaszkodott, hogy lecsúszson a kanyargós csúszdán. Bogyó, Babóca és Kata vidáman csúszdáztak egészen addig, míg sötétedni nem kezdett. Későre jár, gyertek, hazaviszlek titeket, mondta Kelemen. Babóca és Kata kendőt cseréltek búcsúzóul. Jó utat, kiáltotta Kata. Gyertek el máskor is. Mire a kanári megérkezett Babóca házához, már egészen leszállt az este. Az égen ragyogott a hold és a csillagok.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. A vízicsiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bárcsak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízicsiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá, kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltotta méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót, vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csiga fiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van, kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolt a Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz, köszönjünk el tőlem, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca a Katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus Regő odúja felé. A Mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség, hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a mogyorók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se fél, Regő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a Mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok! Naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta Mókus Regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végig gurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel Mókus Regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt Mókus Regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk Regő odujába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt Mókus Regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a Mókus.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bugyó és babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bugyó és babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bugyó és babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bugyó és babóca közrefogták Vendelt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbáld meg egyedül! Kiáltott babóca. A csiga fiú és a Katica lány elengedték Vendelt. Lassíts, Vendel! Kiabált babóca. Vendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta babóca, és bekötötte Vendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő babóca, a Katica lány, ő Vendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Vendel. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, babóca, Vendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bugyó és babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Vendel aggódott. Bugyó és babóca összefogódva indultak el a jégen, Vendelnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Vendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Vendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Vendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Vendel boldogan.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el. Sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte moha tetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta, hurrá, hamarosan meglátogat minket. Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér, én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli? Kérdezte Baltazár. Igen, az! Válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának, a százlábútól. Toljuk el nekik! Javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagolópapír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket. Ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak. A homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli. Ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a százlábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a százlábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet! Helyeselt Bogyó és Babóca. A négy jóbarát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a százlábú. A kisegér megállt a réten, és a százlábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem, tetszik. Gyönyörű ajándék! Nagyon örülünk neki! Mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A százlábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a százlábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. Jelmezbál. Egy szép napos délután a kis barátok babóca házában üldögéltek. Ideje, hogy készülődjünk a jelmezbálra, mondta Pihe a lepkelány. Te mi leszel? Kérdezte Bogyó. Az titok, válaszolta Pihe. Mindenkinek titokban kell elkészíteni a jelmezét, hogy meglepetés legyen. Bizony, szaladjunk mind haza, lássunk munkához, már csak 3 nap van a jelmezbálig, mondta Baltazár. Bogyó hamar eldöntötte, hogy gomba lesz. Fehér lepedőből köpönyeget vart, a gomba kalapot pedig egy piros tálkából készítette. Sok fehér pöttyöt festett rá. Babóca virágjelmezt készített. A virágszirmok lila papírból készültek. Zöld papírból leveleket vágott ki, és felvarta egy zöld takaróra. Ez lett a palást. Baltazár a méhecske és Dorottya a dongó kislány együtt készülődtek. Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözött. Gömbi a kis virágbogár kényelmesen elhelyezkedett hintaágyában, és hozzálátott, hogy barna fonalból oroszlán sörényt készítsen. Az utolsó estén minden házikóban sokáig égett a villany. Mindenki a jelmezén munkálkodott, készülődött a másnapi mulatságra. Elérkezett a nagy nap. Az erdő lakói eldöntötték, hogy idén a szarvasbogár házában lesz a jelmezbál. Így aztán nekiláttak, hogy színes papírokkal, lufikkal, szalagokkal feldíszítsék Vendel házikóját. Eközben Lili a rózsabogár házában finomabbnál finomabb sütemények készültek a délutáni mulatságra. Babóca, Ugri és Döme a krumplibogár is segítettek Lilinek. Végre eljött a délután, és mindenki felvehette a jelmezét. A házigazda, Vendel, dobókockának öltözött. Izgatottan várta a vendégeket. Először Bogyó és Babóca érkezett meg, gomba és virágjelmezben. Hamarosan megjött Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözve, és megérkezett Pihe is rákjelmezben. Megjött Ugri kaktuszjelmezben, Gömbi oroszlánnak öltözve, Döme szakácsruhába bújva, és megjött Lili szőlőjelmezben. Sok lila lufi csüngött a ruháján. A Szent János bogár ceruzának öltözött, a bolha polipnak, Csiga Csaba katonának, a kis hangya pedig palacsintának. És ekkor sírva betoppant Szellő, a szitakötő kislány. Eltűnt a gyönyörű királylányruhám. Szépen kimostam, kiakasztottam a faágra, de elvitte a szél. Szellő keservesen zokogott. A többiek vigasztalni próbálták. Neked adom a katonasisakom, nekem elég lesz a kard, javasolta Csiga Csaba. Nem, az fiús, nekem csodaszép királylány jelmezem volt, de elvitte a szél. Tudom már, készítünk neked új jelmezt, szólt Ugri. Napocska jelmezt. Ez már nagyon tetszett Szellőnek. A sárga függöny éppen jó lesz palásnak, kiáltott Babóca. A napsugarakat pedig elkészítjük ezekből a sárga papírcsíkokból, mondta Vendel, és leakasztotta a szalagon csüngő papírdíszeket. Ragasztottak, vágtak, vartak, alkottak mind, és hamarosan elkészült a gyönyörű napocska jelmez. Én pedig neked adom ma estére a kis lámpásomat. Egy ceruzának úgy sincs szüksége lámpásra, mondta nevetve a Szent János bogár. Köszönöm, mondta Szellő, és olyan boldog volt, hogy egészen elpirult örömében. Az erdő kislakói énekeltek, táncoltak, és mind egyetértettek abban, hogy Szellőnek volt a legkülönlegesebb jelmeze. Mert az a napocska, ami este is világít, igazán különleges.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap! Érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme Csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül. Mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb, ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze, én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kanári fiúkák. Egy szép napon Kelemen a kanári madár társat talált magának. Lenke egy tölgyfán élt nem messze Babóca házától. Kelemen és újdonsült párja, Lenke, fészket raktak a tölgyfa legszebb ágán. Bogyó és Babóca lentről figyelték a madarak épülő fészkét. Nézd, Lenke napok óta fel sem áll, csak ül a fészekben. Lehet, hogy beteg, aggódott a csiga fiú. Ugyan, Bogyó, biztosan tojást fog rakni, fiókáik lesznek. Lelkendezett Babóca. Tojás, fióka, értetlenkedett a csiga fiú. Hát persze, melengeti őket, és a tojásokból egyszer csak előbújnak a fiókák, mondta a Katica lány. Lenke nem sokára felállt, és ahogy forgolódott a fészekben, Bogyó észrevette a három kicsi fehér tojást. Három fióka lesz, szaladt vidáman Babócához. Egy reggel izgatott csipogás hallatszott a tölgyfáról. Hurrá! Kibújtak a fiókák! Kiáltotta Babóca, és örömükben összeülelkeztek Bogyóval. Megnézhetjük őket? Kérdezte izgatottan Babóca Kelement. Persze, de legyetek óvatosak, még nagyon kicsik és gyengék, mondta a büszke apuka. Kelemen felvette hátára Bogyót és Babócát, és letette őket a fészek mellé. Milyen aranyosak, szólt boldogan Babóca. A csiga fiú és a Katica lány óvatosan megsimogatták a kicsi kanárikat. A kis madarak gyorsan nőttek, hamarosan elkezdték tanulgatni a repülést. Lenke gondosan tanítgatta őket, és napról napra ügyesebbek lettek. Elmegyünk eleségért, jók legyetek, mondta Kelemen. Nehogy egyedül kirepüljetek a fészekből. Kicsik vagytok még, csak akkor repülhettek, ha mi is itt vagyunk, tette hozzá Lenke. De a legkisebb fióka nem fogadott szót. Ugyan már, én már jól tudok repülni, megpróbálom egyedül, mondta, és már indult is. Nem szabad, nem szabad, csipogott a másik kettő, de nem tudták visszatartani testvérüket. Amikor a szülők visszaértek, a két fiúka idegesen toporgott a fészekben. Kirepült! Kirepült a testvérünk! Sírtak mindketten. Jaj, hiszen kicsi még! Mi történhetett vele? Kiáltott riadtan Lenke. Meghallotta a kiáltozást Bogyó és Babóca is. Nyomban elindultak, hogy megkeressék az elkóborolt fiókát. Keresték mindenütt. Keresték a dombon, a hegyen, a tóparton, az erdőben, a réten, de nem találták sehol. Lassacskán sötétedni kezdett. Hogyan találjuk meg ebben a sötétben? Kérdezte Lenke, és keservesen sírva fakadt. De ekkor különös fény gyúlt az égen. Egy egész sereg Szent János bogár sietett a kanárik segítségére. Majd mi világítunk, biztosan megtaláljuk, mondták egyszerre. Ott van a bokorban, kiáltott hirtelen Bogyó, és mindnyájan odaszaladtak. A kicsi kanári kimerülten dideregve szunyókált a bokor alján. Lenke szárnyaiba vette, és boldogan megölelte. Meg vagy végre! Mindig fogadj szót ezentúl, mondta Kelemen. Lenke felröppent az égre, a Szent János bogárkák pedig körbe táncolták őket lámpásaikkal. Olyan szép volt, mintha tündérek táncolnának az égen. A kanári család hamarosan nyugovóra tért. Lenke a szárnyai alatt melengette a kicsinyeket. Jó éjszakát, madárkák! Suttogta boldogan Lenke.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult, gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnyedarabokat, és neki láttak. Falatozták, falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni, kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak négy dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Áfonya szedés. Egy őszi napon Bogyó és Babóca áfonyát szedni indultak az erdőbe. Velük tartott Pihe, a lepke kislány, és Döme, a krumplibogár is. Én fogom a legtöbb áfonyát szedni, kiáltott izgatottan Döme. Nézzétek, az a bokor tele van érett áfonyával, szólt a csiga fiú. Leszedem. De Döme megelőzte. Odaugrott gyorsan a bokorhoz, és lekapkodta róla a legszebb gyümölcsöket. Hű, az a bokor is roskadozik a sok áfonyától, lelkendezett Babóca. De a krumplibogár megint gyorsabb volt. Mire Babóca odaért, leszedte a bokor legszebb áfonyáit. Döme, ez így nem ér! Ne szedd le előlünk az összes áfonyát, mondta haragosan a Katica lány. Nem sokára egy patak állta útjukat. Hidat kell rá építenünk, mondta Pihe. Már tudom is hogyan. Gyertek, hozzuk ide azt a kidőlt fatörzset. Mindenki kivette a részét, együtt vonszolták a súlyos fadarabot. A barátok erős kis hidat készítettek a kidőlt fatörzsből. Készen van, sóhajtott Pihe. Nézzétek, ott áll egy áfonyabokor, tele kék bogyókkal. Több se kellett Dömének. Én érek oda előbb, enyém lesz az áfonya. De hogy félrelökte a lepke kislány, Pihének megcsúszott a lába, és a hídról egyenesen belepottyant a patakba. Segítség! Jaj, Pihe, kapd el a kezem! Mondta riadtan Babóca, de Pihét egyre tovább sodorta a patak, és nem érte el a Katica lány kezét. Bogyó egy hosszú botot hozott. Kapd el a botot, Pihe! Kiáltotta. De ez a terv sem sikerült. A lepkelányt túl gyorsan vitte magával a víz. Döme, segíts! Ki kell emelnünk Pihét a vízből! Kiáltott Babóca, és két kezénél fogva kihúzták az elázott lepke kislányt a patakból. Jaj, nagyon fázom, és elázott a szárnyacskám is, didergett Pihe. Neked adom a pulóverem, én vagyok mindenért a hibás, ne haragudj, Pihe, mondta Döme. Ez kedves dolog, szólt Döméhez Babóca, de megfázolt pulóver nélkül, inkább szedjünk Pihének nagy leveleket és takarjuk be. Bogyó, Babóca és Döme beborították Pihét nagy lapulevelekkel, de a lepke kislány így is didergett. Így is fázom, nagyon fázom, és a szárnyacskám, nézzétek, nem működik. Elázott, tönkrement, sírt fájdalmasan. A napocska megsajnálta a zokogó lepkét. Lejjebb ereszkedett, és sugaraival kedvesen, gyengéden megsimogatta Pihe szárnyait. A lepke szárnyak hamar megszáradtak, és olyanok voltak újra, mint régen. Hurrá! Megszáradt a szárnyacskám, és a ruhám is. Már nem is fázom. Köszönöm, napocska, mondta boldogan Pihe. Ne haragudj, Pihe! Mondta ekkor Döme. Máskor nem szedem le előletek az áfonyákat, és neked adom azt is, amit én gyűjtöttem. Köszönöm, Döme, de az áfonya legyen közös, mosolygott Pihe. Siessünk gyorsan a házikomba, és süssünk belőle süteményt. Nem sokára meg is érkeztek Pihe házához, és munkához láttak. Megmosták az áfonyát, és leszedegették a levelét. Járt a fakanál, csörögtek az edények, finom illat töltötte be a konyhát. Délutánra el is készült a finom áfonyás sütemény. Meghívták a lakomára Vendelt, a szarvasbogarat, Baltazárt, a méhecskét, és Gömbit, a kis virágbogarat is. Mind körbeülték az asztalt, falatoztak és beszélgettek.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el, arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolt a krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák! Erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kalácssal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csigafiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő estig.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a Katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra babóca. Nelli vagyok, a nünüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünüke. Megemelték Nellit, és bevitték ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nellé is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm! Mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá! Repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyesed babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival.